És hogy említettem, Kosisake Olivio és Gémesi György már itt a stúdióban. Uraim, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Köszönjük, hogy velünk kezdték a reggelüket. És kezdjük azzal, amit az előbb elmondtam, ugye Korozs Lajos kitett egy videót. Arról a videóról nagyjából ma már tudjuk, hogy jelentős része nem lehet igaz, aztán a teljes egészéről nem tudjuk. Viszont ugye a videó lekerült, Korozs Lajos Kurtán Furcsán bocsánatot kért, tegnap a stúdióban itt elhangzott, hogy MSZP belső vizsgálat indul az ügyben, hogy hogyan kerülhetett ki ez a hamis tényeket, és lehet, hogy hamis szemét is tartalmazó videó. Erről megtaláltuk tegnap, és jön egy rövid bejátszás. Szabó Tíme a parlamentben tényadatokkal ugyanerről beszélt, ugyanezen tények és ugyanezen elképzelhető nagy valószínűséggel, hogy nem ugyanazzal a, mondjuk úgy, hogy nem mentőápolóként dolgozó, vagy mentőparancsnokként dolgozó hölgyel kapcsolatban. Nézzük meg ezt a rövid bejátszást. Azt mondta, hogy önkéntes mentőápoló, és nem csak a parlamentben beszélt, mi most a bejátszóban azt mutatjuk be, hanem még a Népjóléti Bizottságban is idézte. Így van, nézzük akkor ezt a bejátszást. Tudja ugyanis, hogy mi a valódi probléma, miniszter úr, az, hogy önök a 30 ezer ágy kiürítésével halálba küldtek embereket. Németh Attila önkéntes mentőápoló napokban számolt be arról, hogy az általa ápolt 10 hazaküldött betegből 9 meghalt. Az egyiküknek friss és nyílt hasisebe volt, elbocsátották a kórházból. Többen rákos betegek voltak, akiknek nem jutott otthon sem gyógyszer, sem infúzió, sem fájdalomcsillapító. Az egyik betegnek kivezették a végbelész tómazsákkal, sem ő, sem a hozzátartozók nem kaptak tájékoztatást. Ezek az emberek, képviselőtársaim meghaltak, ők édesanyák, édesapák voltak, nagypapák, nagymamák és barátok. Ki a felelős ezért? Az igazság az, hogy hibát hibára, tragédiát tragédiára halmoznak, és Orbán Viktor és Kásler Miklós ezek szerint, szó szerint a halálba küldenek sajnos embereket. Hogy kerültek kapcsolatba Németh Attilával? Igen, tehát ahogy látható a felszólalásból, ez még sokkal korábban volt, még mielőtt ez a videó elkészült, ezt valószínűleg sajtóhírekből szedtük ezt az információt, onnan idézte a frakcióvezető asszony. Több sajtóorgánumban is megjelent ez a hír. Mi, hogyha egy felszólalásra készülünk általában az országgyűlésbe, akkor természetesen a szakértők mellett mi is a sajtóból tájékozódunk. De sajtóhírekből csinálunk. Sajtóhírekből is. Nem, hát azokból is tájékozódunk. A szakértők, amit adnak anyagot, amellett természetesen átnézzük a sajtót, és hát valószínűleg itt, mivel ez az információ azóta kiderült, hogy itt ezzel kapcsolatban vannak kérdések, valószínűleg ez ebből a szempontból átgondolandó a jövőben, hogy még alaposabban, még részletesebben meg kell nézni minden sajtóhírt, hiszen hogyha egy ilyen nagyon fontos kérdést, ami a kórházok kiürítése volt, egy ténykérdést alátámasztunk, ott minden adatnak és minden szereplőnek tökéletesen stimmelnie kell, hiszen hogyha valamiben bizonytalanság van, mint ebben az esetben, akkor az könnyen hitelességét megkérdőjelezheti annak, amit közlünk. Közben ugye az egész ügy az valóban létezik, az egész probléma valóban létezik, az egész kórház kiürítés az katasztrófa volt, nagyon sok ember életét tették kockára, de mivel van egy ilyen kis részlet, egy ilyen hír, ami azóta tudjuk, hogy nincsen megerősítve, és ez valóban megkérdőjelezhető, ezért valóban az történik, hogy itt most arról beszélgetünk, hogy most akkor. És nem arról, és ezért elhitelteleníti azt a tiltakozást. Így van, tehát sokkal óvatosabbnak kell lenni, sokkal előretekintőbbnek, és sokkal jobban meg kell vizsgálni azt, hogy akár egy olyan információt is, ami a sajtóban több helyen megjelent, azt mi tényként így be tudunk állítani. Ez a tanúsága ennek, és a jövőben szerintem erre több energiát fogunk fordítani. Hála Istennek nem vagyok politikus, de hogyha valakivel beszélgetnék, és azt állítanám, hogy ebből is látszik, hogy XY és YZ embereket küld a halálba, majd ezt követően azt mondanám, hogy ez sajtóhírekben szerepelt, és megkérdeznék tőlem, hogy te ezt nem ellenőrizted le, én meg széttárnám a kezemet, akkor szerintem nekem ott lenne végem. És szerintem bármelyik kollégámnak, tehát nem akarok személyeskedni ezzel. Egyáltalán nem ellenőrizték le egyáltalán. Azért nem ez a helyzet, tehát a helyzet az, hogy hozzánk is rengeteg konkrét eset jött be, hozzám konkrétan is, és a frakcióvezető asszonyhoz meg tudom, hogy oda meg rengeteg, hiszen ő ezzel a kérdéssel rendszeresen foglalkozik. De itt most névvel, számadatokkal, konkrétumokkal, tomazsákokkal. A legtöbb esetben ők nem vállalják, akik írnak nekünk, félnek, tartanak valamitől. Sajnos egy olyan időszakban élünk, amikor tényleg van az embereknek oka tartani, hogyha a nyilvánosságot vállalják.
De ez a hír, ez tökéletesen ugyanazokat az eseteket mondta, tökéletesen ugyanolyan eseteket hozott föl, amiket egyébként mi is kaptunk. Tehát nem egy légből kapott dolgot emeltünk ki, hanem a valóságot emeltük ki, csak ez a konkrét eset, amire hivatkoztunk. Valóság az, hogy 10-ből 9 ember meghalt? Valóság az, hogy nagyon sok ember életét kockáztatták ezzel. Olyan eset is volt, ezt például Szabó Tímia külön feldolgozta egy videóban, ahol a férjeit hazaküldték, és egy 24 órán belül meghalt. Ez egy konkrét eset, konkrét videóval azóta is többször megerősítve, tehát ilyen esetet is feldolgoztunk, és ezen eseteknek a kiegészítéseképpen lett fölhozva egy hír, ami valóban úgy tűnik, hogy nem minden lábon áll meg. Ez a tanúságot le kell vonni, hogy ilyen esetekben is, amikor sajtóban olvasunk valamit, több sajtóorgánumban, azt is konkrétan meg kell vizsgálni, konkrétan meg kell nézni, annak érdekében, hogy ne adjunk ilyen támadási felületet, és ne erről beszélgessünk, hanem arról beszélgessünk, hogy ez a kórház kiürítés ez egészen elfogadhatatlan. Arról már beszélgettünk egyébként, és nyilván fogunk még arról is beszélgetni, és az önkormányzatokról is fogunk beszélgetni még egy fél perc, és egy utolsó vagy utolsó előtti kérdés Kocsis Szakelővéhoz, akkor azt határozottan cáfolja, hogy Németh Attilával bármilyen kapcsolatban álltak, megkereste önöket azzal, amit vele esetleg az MSZP, tehát nem volt ilyen kapcsolatfelvétel a sajtóból. Értesültek ezekről? Én nem tudok róla, hogy kapcsolatba álltunk volna, én nem álltam vele kapcsolatban. Itt én úgy veszem észre az idézetből, hogy itt a korábban megjelent több sajtócikre utalt a frakcióvezető asszony. Akkor az én záró kérdésem, Korozs Lajos tegnap Kurtán Furcsán de bocsánatot kért a mentőszolgálatok dolgozóitól, illetve a videó is lekerült, illetve elismerték, hogy nagy valószínűséggel ezek a tényadatok ilyetén módon nem igazak. Amennyiben ez így bebizonyosodik, akkor önök, hiszen azért mégiscsak a parlamentben az önök képviselőitől elhangzott, önök is akarnak-e, szeretnének-e bárkitől is bocsánatot kérni? Természetesen megkövetünk bárkit, akit ezzel a hírrel megbántottunk, vagy hogyha kiderül, ugye itt még nem tudunk elég sok minden, kiderül, hogy itt bármilyen valótlanságot állítottunk, akkor természetesen elnézést kérünk. Menjünk tovább, önkormányzatok, önkormányzati egyeztetés, nézzünk meg egy rövid összefoglalót, és aztán jövünk. Önkormányzat is Budapest ellenesnek tartja Karácsony Gergely a jövő évi költségvetést. Gyakorlatilag az állam kiszervezi a lakosságot érintő megszorításokat az önkormányzatokra. Budapest főpolgármestere egyebek mellett azt kérte, hogy a kormány jóval nagyobb arányban támogassa a fővárosi tömegközlekedést. A költség túlnyomó részét most a főváros állja, miközben megfeleződött a jegybevétel, a buszok és villamosok viszont teljes kapacitással üzemelnek. Ez Budapesten 10:1 arányban történik. Hogyha a közösségi közlekedésben ilyen mértékű drámai egybevétel kiesés lesz, akkor finanszírozhatatlaná válik ez a szolgáltatás, és gyakorlatilag el lehet érteni a főváros hosszútávú működését is. Kaposvár fideszes polgármestere helyesnek tartja, hogy a kormány elvon bevételeket az önkormányzatoktól a veszteségek kompenzálására. Szita Károly az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának számítási rendszerén javasolt változtatást. Erre a tételre idén még csak 43 milliárd forintot irányoztak elő. 2021-re 160 milliárd szerepel ezen a soron. Gödöllő polgármestere az önkormányzatiság leépítésének kormányzati szándékát látja a jövő évi költségvetésen. Most Gödöllő polgármester itt van. Itt van a stúdióban, és ott volt, ugye, ahogy láttuk ezen a tegnapi egyeztetésen. Volt olyan pont, Karácsony Gergelyéknek és önöknek több követelésük is van, ahol esetleg közeledtek az álláspontok, vagy változás lehet a jövő évi költségvetésben? Szövetségek egyébként egyetértettek abban, hogy ez a költségvetés, ez arra jó, hogy túléljünk egy esztendőt, ez kétségen kívüli, mert nem fognak az önkormányzatok becsődölni, mert gondok azok a kormányzati intézkedési lehetőségek, amivel átlendítik egyik vagy a másik települést ebben a kiszolgáltatott helyzetben, de hogy ez jó költségvetésnek nevezhető azért. Én az elmúlt 30 év költségvetéseit ismerem, ahhoz képest talán az egyik leggyengébb az önkormányzatok szempontjából. A legerősebb elvételek, a pénzkivételek történnek meg, és azért azt is látni kell, hogy ez most már egy folyamat része. Tehát egy kivérzett önkormányzati rendszertől még elvenni, az azt jelenti, hogy az állapot az nagyon legyengült ennek a rendszernek, és már pedig, ha egy önkormányzati rendszer nem erős, akkor nem versenyképes, és nem tudja segíteni a kormányzatnak azokat a törekvéseit, hogy ország működtetéséhez kell. Ez a fő probléma egyébként. Ez egyik dolog. A másik tény. Nagyobb összeg van benne a költségvetésben az önkormányzatoknak 2020-ra, mint 2019-ben. De a másik oldalon ugyanennyi pénzt elvesz a szolidaritási adóval. Tehát ott pénz az ablakban.
kettő, ezen kívül vesz még ki gépjárműadót, elviszi a nagyvárosi programból 35 milliárdot, és a többlet támogatás, hogy követhető legyen, egy jelentős része pedig korábbi kötelező feladat, béremelés. Tehát nincs több pénz a rendszerben, hanem körülbelül 100-150 milliárddal kevesebb van a rendszerben, vagy többlet feladat. Most ezt jónak nevezni a 2019-es már egyébként is nehéz költségvetéshez képest, szerintem lehet, hogy politikailag fontos Szita Károly úrnak, de én azt hiszem, hogy nem korrekt, és nem szakmailag is elfogadhatatlan végül pedig, ha ezt is elmondtam tegnap, tehát nem titok, ha én is annyi pénzt kapnék Gödöllőn, amennyit Kaposvár kapott az elmúlt időszakban, én csak a 10%-át kérem, akkor lehet, hogy Gödöllő a mostani fejlődésével kapcsolatos, fejlődés ütemével még jobban fejlődne, mint az elmúlt időszakban. Ön egyébként éreztörés vonalat kormánypárti önkormányzatok és nem kormánypárti önkormányzatok között? Az a baj, hogy a kormánypárti önkormányzatok vazalusként működnek. Ma már ők sem mernek megszólalni ezekben a kérdésekben, mert félnek attól, hogy bizonyos jellegű támogatások nem fognak megérkezni. És mit jelent megszólal? És mit jelent megszólal, óvatosan szólal meg, egyébként a TÖOSZ-nak a véleménye korrekt, és viszonylag jó szakmai kapcsolatban is vagyunk, és tökéletesen jó emberi kapcsolatban. Azt mondta, bocsánat, hogy megakasztom, hogy novemberre több mint 200 vagy 200 körül 10% a TÖOSZ anyagban 10% csődbe mehet. Ön az előbb azt mondta, amikor az első mondatában, hogy jövőre nem fognak csődbe menni az önkormányzatok emiatt a költségvetés miatt. Igen, tisztázzuk szakmailag. A csőd szélére kerül, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag nem tudja finanszírozni a kiadásait. Ilyenkor van egy jogszabály, ami alapján az állam beteszi azokat a forrásokat, amivel túllendíti ezen a helyzeten. De ez egy olyan kiszolgáltatott helyzet, amikor már nem beszélünk önkormányzatiságról, nem beszélünk képviselőtestületről és önálló polgármesteri döntésekről. Tehát körülbelül a TÖOSZ anyagban egyébként az van benne, hogy körülbelül 10% az önkormányzatoknak 2020 közepére, második felére gyakorlatilag valóban a csőd szélére kerül. A főváros sem fog csődbe menni, tehát nyilván a főpolgármester úr mondja, hogy a csőd szélére kerül, mert nem tudja finanszírozni a feladatokat. De nyilván át fog csoportosítani. El fog venni valahonnan, adott esetben összerakja az intézményeket, kivesz humán erőforrás, de ez már nem az a szintű szolgáltatás, amit elvárnak az emberek egy önkormányzattól. Emlegetted, bocsánat, egyébként csődöt is Karácsony Gergely, ugye párbeszédes politikus, azért nézek kocsi szakelőjvőre, azt mondta, tegnap idéztük is, hogy nem a csőd a kérdés, hanem hogy melyik évben megy csődbe a fővárosi önkormányzat, ha ez így marad. Így van, hát ez, ahogy egyébként a parlamentben tegnap a költségvetési vitán is elmondtuk, mi úgy gondoljuk, hogy ez a bosszú költségvetése. Budapesten csak a budapesti, minden egyes budapestitől 20 000 forintot veszel ez az intézkedés. És hát nyilván igen, nem tud csődbe menni az önkormányzat ilyen tény, hiszen igen, ahogy a polgármester úr említett, az ám beszáll, de amit megszüntet ez a rendszer, az maga az ön kormányzatiság, ebből lesz egy kormányzati hivatal. Tehát gyakorlatilag arra megy ki a játék, hogy minden mozgásterét elvegye egy önkormányzatnak ez a javaslat, a kötelező feladatokat lássa el, úgy, ahogy a kormány azt akarja, és ezentúl ne csináljon semmit. De nem ezért választjuk az önkormányzatokat, azért választjuk az önkormányzatokat, hogy helyben legyenek döntések arról, hogy mit fejleszünk, hogyan szépítsük, hogyan építsük a településeinket, mi az a oktatási hely, mi az az egészségügyi dolog, amit az állami szolgáltatáson felül még adjunk a lakóknak, mik azok a szolgáltatások, amelyet még kapnak, ezeket lehetetleníti el az állam, a kormány, a Fidesz kormány a következő időszakban, gyakorlatilag megszünteti azt az önkormányzatiságot, ami arról szól, hogy saját magukat kormányozzák ezek a települések, és saját maguk döntenek arról, hogy mit szeretnének. Egy polgár hogyan tud ebben egyáltalán eligazodni? Mert amikor önök azt mondják, hogy a kormány ellehetetleníti mondjuk a fővárost, a főváros azt mondja, illetve egyes fideszes városvezetők, kerületvezetők, hogy a főváros pedig tönkreteszi az ő életüket, és akkor például, hogy hány négyzetméter út újult meg, például, hogy tényleg eljutottunk addig, hogy most már van fideszes kátyúbetömés, meg nem fideszes kátyúbetömés. Miközben például, hogyha a tegnapi egyeztetést nézzük, akkor az önkormányzatiság, mondom így, hogy két nagy mogulja, például ön és a kormányzati oldalon álló Szita Károly, az egyik azt mondja, hogy hogy fogalmazott, az elmúlt 30 év egyik leggyengébb költségvetése, ő azt mondja, hogy az egyik legjobb költségvetése, és akkor a polgár azt mondja, hogy a kettő között egyszerűen még az sincs, hogy bármiféle kompromisszumkészség lehet az egész. Ugye mondtuk azt, hogy neki ezt kell mondania, de hogy világosan érthető legyen, gépjárműadó, egy tétel.
Ez egy 80-90 milliárdos tétel, ennek most a 40%-a még ott maradt az önkormányzatoknál. Én valakivel tegnap beszéltem, és akkor azt mondta nekem, hogy nem mindegy, hogy kinek fizetem a gépjárműadót. Elveszik úgyis, és kész. Mondom, figyelj ide, nem mindegy, hogy kinek fizeted a gépjárműadót, mert az a pénz, az annak idején arra lett kitalálva, hogy abból az utakat, a kátyúkat, a járdákat, a vízelvezetést meg lehessen csinálni. Ennek megnyírválták a 60%-át már a Fidesz döntések, korábbi döntések, most a maradék 40%-ot elveszik. Majd amikor kiállsz az autóddal, és kimegy a féltengelyed, vagy kidurran a gumi azért, mert kátyús az út, vagy amikor ráfolyik a szakadó esőben a víz a házadra, és a te vagyonod ért kárt, akkor gondolj arra, hogy ez önkormányzati feladat, és azt a forrást veszik el tőlem, amit te befizetsz, és nem tudom erre költeni. És akkor kezdtem megérteni, hogy tulajdonképpen igen, hiszen ők minket megválasztottak azért, hogy azokat a feladatokat, hogy az ő komfortérzését, a biztonságát, az óvodáját a gyerekének, a bölcsödét, azt mi biztosítsuk. És ha nekünk a feltételeket csökkenti a kormányzat, elveszi, akkor nem fogjuk tudni ezeket olyan szinten biztosítani, ha alacsonyabb szinten biztosítjuk, csődbe, a csőd szélére kerül, de akkor azt mondja, hogy visszaveszek, és akkor nem lesz mondjuk az óvoda nyitva reggel 6 órától este 6-ig, csak a kötelező. Tehát így fogja megérezni a polgár. Így fogja megérni az állampolgár. Ez az ő velük való kitolás, nem a polgármesterekkel, mert hátradőlük, és azt mondja, nincs dolgom. Van még egy témánk, a Pulzus kutató készített egy közvéleménykutatást, mégpedig az alapjövedelemről. Az eredmény az, hogy a magyarok abszolút többsége 80%-a egyetért azzal, hogy feltétel nélküli alapjövedelem legyen. A Párbeszédnek volt ez már 2015-ben is programja. Azért ez az eredmény nem meglepő, de miért kellene, hogy járjon mindenkinek feltétel nélküli alapjövedelem? Én azon is csodálkozom, hogy nem 99% mondta azt. Hát a mostani helyzet szerintem egy nagyon jó válasz, tehát egy nagyon komoly gazdasági válság közepén elején vagyunk. Most már ugye a legújabb adatok szerint 400 ezeren elvesztették a munkájukat itt a válság közepette, vagy annyi munkanélküli van. És nem, hát ezek az emberek tényleges segítséget a három hónapos munkanélküli segélyen, álláskeresési járadékon kívül nem kapnak. Ezeknek az embereknek a megélhetése olyan szinten, hogy miből fognak enni-venni, és miből fogják a számlájukat befizetni, nincs megoldva. De a feltétel nélküli alapjövedelem, mert ilyen helyzetben lehet, hogy most jól lenne, most de nincs mindig válság, és nem mindig vesztik el hónapok alatt 400 ezeren a munkájukat. Amúgy mi azt gondoltuk a válság előtt is, hogy akkor is volt egy szociális válság, a létminimum alatt élt 3 millió ember, és ezeknek az alapjövedelem egy nagyon fontos segítség lett volna, de most aztán igazán fontos lenne, hogy legyen egy válságkezelő alapjövedelem. A Párbeszéd javaslata az, hogy legalább 100 ezer forintig ki kell egészíteni minden egyes felnőtt embernek a jövedelmét. Ez arra elég, hogy ki tudja fizetni a számláit, meg tudja venni az ételt, illetve arra is jó, és ezért is egyébként támogatják valószínűleg az emberek többsége, és támogatják például konzervatív közgazdászok is, hogy a gazdaságot működteti, hiszen az embereknek, ha van pénze, akkor elmennek a boltba, vásárolnak, elmennek fodrászhoz, tehát ezeket a kisebb szolgáltatásokat igénybe veszik, ez elősegíti azt, hogy ne álljon le a gazdaság, hogy a kereslet az továbbra is fenn legyen, tehát segíti azt is, hogy minél előbb a talpra álljon a gazdaság, tehát minden szempontból előnyös lenne ez a válságkezelő alapjövedelem. Látom, hogy Gémesi György szeretne egy mondatra van idő. Én jobboldali politikus vagyok, én nem értek ezzel egyet. Nem azért, mert nem kéne az embereken segíteni, egy jó szociális ellátórendszert kell csinálni, amiben az önkormányzatoknak komoly szerepet kell adni. A szociális háló biztosítja ezeket a feltételeket azoknak, akik lemaradnak a versenyben és kiszolgáltatott helyzetben kerülnek. Ebben kellene jó szakembereket, önkormányzati kompetenciát és forrásokat hozzá. A mindenkinek feltétlenül járó, ez egy nagyon jó dolog, ha elér egy gazdasága olyan szintet, amikor ezt biztosítani tudja a magyar gazdaságban, nem feltétlen tudja elérni azt a szintet, és a költségvetés, hogy ezt biztosítani tudja. Ezért kell a rászorultsági alapot szempontként alapvetően figyelembe venni. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.